Márciust írunk, itt a tavasz, aminek a nagy általánosságban azért nagyon sokan örülünk, viszont az allergiások, mint például én, azért nekünk azért sok esetben elkezd fájni ilyenkor a fejünk, mert hogy mondhatjuk azt, hogy évről évre egyre inkább kitolódik most már az allergia szezon, egyre hosszabb ez az időszak, amikor bizony szenvedünk. Igen, most erről beszélgetünk szakértőként dr. Csáki Csilla allergológussal. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ahogy a Csiti is említette, egyre korábban elindul ez az időszak, és már február vége, március elején bizony van, aki úgy ébredt fel, viszketett a szeme, kapart a torka, és egyáltalán csak már magától a naptári hónap miatt, vagy ránézek attól, a naptár és allergiás lesz. Nem, hanem hogy nem, egyszerűen nem akarja elhinni az ember, hogy február van, és már jön az allergia szezon. Ez lehet lehetséges, hogy már elindult? Hát igen, ez abszolút lehetséges. Sokszor ez már január végén elindul. Ugye részben abból is következik, hogy egyre rövidebb ideig tart a téli hideg, illetve egyre magasabbak az átlag hőmérsékletek, és bizony ezt a növények is megérzik, tehát korábban indul a rügyezés, a virágzás. Elsősorban a mogyoró az, ami nálunk legkorábban virágzik, és azt bizony már így január vége felé, február elején lehet látni ezeket a jellegzetes virágokat a mogyoróbokrokon. Hogyha most első körben még általánosságban beszélgetünk 2024-ről, akkor véleménye szerint mire számíthatnak az allergiások az idei évben? Mennyire lesz kemény évünk? Tulajdonképpen az a tendencia, hogy minden évben egyre rosszabb a helyzet. Tehát pont emiatt, hogy egyre melegebb van, a növények korábban kezdenek virágozni, és a levegő széndioxid koncentrációja is egyre magasabb. És ugye tudjuk, hogy a növények kifejezetten kedvelik a magas széndioxid koncentrációt, tehát ugyanaz a növény sokkal több virágot, tehát több pollent is termel, és ugye mivel később lesz hideg, ezért még tovább időben, tehát korábban kezdődik több a pollen, és tovább tart. Igen, ugye az fontos kihangsúlyozni, mi most a pollen allergiáról beszélgetünk, mert hogy vannak olyan allergiák, amik akár egész évben is tartanak. Pollen allergiában van, nem is tudom, tünetmentes időszak? Ha már ennyire kitolódott? Elvileg ugye a hideg, fagyos, hótakaróval borított téli időszak, az a pollen allergiások számára elvileg az egy allergénmentes időszak lenne, de pontosan az említett okok miatt ez egyre rövidebb ez az időszak. Itt egy picit a műsor előtt már beszélgettünk, ugye Csiti szenved az allergiától rendszerint, viszont én tavaly kezdtem el azt érezni, hogy bizony a nyár végére úgy egy kicsit megtelik az orrom, mint hogyha lehet, hogy ennyi idősen fog nálam kialakulni az allergia, ez korhoz kötött? Igazából ez egyáltalán nem kötött korhoz, tehát bármilyen életkorban megjelenhet. Gyerekeknél ilyen 3-4 éves korkorról szokott kezdődni, de felnőtt korban is bármikor. Hogyan tudunk erre a szezonra felkészülni? Hogyan tudjuk az immunrendszerünket megerősíteni, vagy rákészíteni arra, hogy mivel állunk szemben? Ez egy nagyon jó kérdés, tehát tulajdonképpen az allergia nem immungyengesség, tehát ilyen általános immunerősítéssel igazából nem nagyon tudunk mit tenni. Léteznek olyan különleges gyógymódok, az úgynevezett allergén immunterápia, ami magával a konkrét allergénnel történik. Tehát igazából akkor először meg kellene tudni, hogy mire vagyunk allergiásak, és annak a megfelelő kivonatát több hónappal a szezon előtt, hogyha elkezdjük orvosi előírás szerint, általában ez ilyen nyelv alá adott csepp vagy tabletta szedni, akkor mire eljön a szezon, már hozzászokott az immunrendszer. És ezt már lehet tudni, hogy mi az allergia kialakulásának az oka? Részben genetikai okai vannak, tehát hogyha egy gyereknek mondjuk mind a két szülője allergiás, akkor mondjuk 80% fölötti esélye van, hogy ő is allergiás lesz, illetve nyilván a környezeti hatások, amik érnek bennünket. Mik azok a legfontosabb tünetek, amiket észre kell magunkon vegyünk, és nem kell, hogy összekeverjünk egy egyszerű megfázással, vagy bármilyen vírusos betegséggel, ami akár köhögéssel vagy orr folyással együtt járhat?
Hát ugye a pollenneknél alapvetően már inkább a tavaszi-nyári időszakban jelentkezik, ugye az, ott akkor a vírusok már nem annyira jellemzőek, és hát hogyha azt veszük észre pontosan, hogy egymást követő években ugyanabban az időszakban jelentkezik valamiféle megfázás szerű tünet, akkor az már gyanús, hogy allergia. Megoldási javaslatot már hallottunk, de hogyha csak arról beszélünk, hogy ki lehet-e nőni? Uh-huh. Ki lehet nőni az allergiát? Ez kiderült, hogy bele lehet nőni. Bele is lehet nőni, másrészt ki is lehet nőni, ahogy változik a szervezet, a környezetünk, az immunrendszerünk. Nőknél sokszor hormonális, vagy például kisbaba születése után enyhülhet az allergia, tehát nagyon sok tényező van, ami pedig pont azt az érzést kelti, hogy tulajdonképpen tünetmentessé válik az allergia. Akkor van esély, Csiti, az enyhülésre. Van esély, hogy allergiás legyél. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és a sok hasznos információt.